Szedd Lázorival folytatjuk az interjút. Kezdjük talán a legfontosabbal. Visszatértél a hétvégén, 15 perc jutott a pályának az Inzbarcikán. Hogy érzed majd a sérülésed után, és a múlt éjjel a sérülésed? Múlt év mindenféleképpen. Most már a héten 100%-osan tudtam fájdalom nélkül edzeni. Mindent tudtam csinálni, amit a stáb kiszabott ugye ránk edzéseken. Úgyhogy azt mondhatom, hogy teljes mértékben rendben van a lábam. Az imént a Antal Gabival egy kis összegzést végeztünk a mögöttünk lévő négy meccsről, a tavasz első négy meccséről. Én ezt most tőled is megkérdezném, illetve megkérdezném úgy is, hogy önmagadat hogy értékelnéd ezen a négy mérkőzésen. Az jött ki belőled, amire számítottál. Hát először akkor kezdem a csapattal. Szerintem önbizalommal tele és jól játszottunk a meccseken. Egy jó tendenciát mutatunk. Azt kell mondjam, hogy ilyen félig meddig elégedett vagyok, de lehetett volna jobb is, de ez így rendben van. Saját magadat hogyan láttad a pályán? Hogy sikerült neked ez a négy mérkőzés? Hát talán ugye az első meccsen ugye ott az két gólban is volt részem, ugye a 11-esnél és a szabadrugást, amit Cui gyönyörűen berugott. Azt úgy azt mondanám, hogy pozitív és rendben volt, ugye utána a következő mérkőzésen sajnos elég korán megsérültem. Hát így igazából ilyen felemás eddig. Békésőbre utazunk a hétvégén, nem kezdett annyira jól a vendéglátónk, 2 pontot szerzett. Rányomhatja ez a bélyegét esetleg a mérkőzésre, de inkább összképet kérdeznék, hogy mit vársz ettől a találkozótól? Nem gondolom, hogy velük kéne foglalkozni, magunkkal kell foglalkozni, van önbizalmunk, mint ahogy mondtam, jó formában vagyunk, nem lenézve őket, de mi a győzelemért megyünk és győzni szeretnénk, nekünk ez a fontos. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok! Köszönöm!